A következő témák az a teljesítménymonitorozás. Ez egyébként nagyon jól összefügg az előző témánkkal. Előzőleg ugye arról volt szó, hogy hogyan lehet a szolgáltatásunknak a működőképességét ellenőrizni, és nem mellesleg egyébként arról is szó volt, hogy a rendszernek vannak olyan teljesítményparaméterei, amik az életképességét befolyásolják. Az a helyzet, hogy az üzemeltetőknek alapvetően kétféle feladata van üzemeltetés közben. Az egyik az, hogy a rendszeren lévő fellépő problémákat elhárítse. Ez ugye a Nagios tökéletesen alkalmas a feladat ellátására, vagyis az elősegítésére, mert meg tudjuk állapítani a hibákat. A másik és egyébként fontosabb feladatunk, az viszont a lehetséges problémák előrejelzése és előre elhárítása. Ennek a problémának a megoldására viszont nem jó a Nagios, mert az mondjuk bizonyos ellenőrző pluginek azok ugye warning-gal tudják jelezni, hogy majd probléma lesz. De nem igazán, hosszú távra nem igazán tervezhető egy hiba. Az a helyzet, hogy teljesítményméréssel előre meg lehet mondani, akár hónapokkal előre, hogy mikor lesz baj. Hogyha az ember hajlandó belefektetni ebbe energiát, akkor egy kicsi okoskodással és egy vonalzóval szépen meg tudjuk nézni, hogy mikor fog ez a két vonal találkozni, na akkor fog elfogyni a víz. Majd meg fogjátok látni, hogy erre vannak megfelelő módszereink. Hát, mire jó az, hogy a teljesítményt megpróbáljuk monitorozni, és lehetőség szerint szép grafikonokat rajzolni belőle? Azért jó nekünk, mert meg tudjuk tervezni azt, hogy hogyan kell majd a későbbiekben fejleszteni hardware-t, egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, például hálózati sávszélességet. Lehetőség van arra, hogy észrevegyünk olyan típusú problémákat, amik mondjuk adott esetben az alkalmazás fejlesztésnél javíthatók. Egy-egy szűk keresztmetszet kiderül, hogy mondjuk reggel 3 óra 40 környékén egy elképesztően nagy tüske van a processzor használatban, és látszik az, hogy az adatbázis szerver akkor kicsapja a plafonra a biztosítékot, és szeretnénk megtudni, hogy ennek mi az oka, és az alkalmazás fejlesztők kiderítik, hogy benne felejtettek egy testjobot az időzített futtatások között, és 3.40-kor csinálja egy akkora szelektet, hogy még a hegyes halmot is hozzászelektálja az adatbázishoz. Tehát igazából ilyen típusú problémák elhárítására használható, és azzal, hogy előre tudjuk jelezni a problémákat, azzal természetesen az üzembiztonságot tudjuk növelni, még inkább láthatatlanok maradunk a szervezet számára, ami nagyszerű, ugye, ahogy mondtam, kicsit ambivalens. És ezt meg nem is mondtam, hogy nagyon-nagyon jó tulajdonsága annak, hogyha mindig mérek, és megpróbálom megállapítani, hogy mekkora teljesítményre van szükségem, hogy legközelebb, amikor nekem egy vasat kell vásárolnom, vagy mondjuk meg kell mondanom, hogy mekkora vasat vegyenek, akkor legalább fogalmam lesz róla, hogy mekkorát vegyenek. Az az igazság, hogy ma már ugye az emberek nem egy szolgáltatásra vesznek vasakat, hanem ilyen kombinált megoldások vannak, hogy egy kicsit jobban ki tudjuk használni a rendszereket, virtualizálunk, és ezért aztán, amikor legközelebb majd vasat vásároltak, akkor majd megkérdezik tőletek, hogy mekkora vasat kéne venni ahhoz, hogy azon fusson egy adatbázis szerver, 3 virtuális gép, amiken mondjuk webszerver van, és egy monitoring rendszer, meg mondjuk egy VPN koncentrátor. És akkor az ember hogy becsüli meg, hogy mekkora vasat vegyenek? Hát kéne hozzá, hát legyen 24 giga RAM, legyen inkább 48 giga, hát az ördög tudja. De ha vannak mérési eredményeink, akkor meg tudjuk nézni, hogy általában ez az eszköz az annyit szokott használni, hogy meg ennyi processzort, meg ennyi izét, hogyha ezt a 4 gépet szeretném összesűríteni egy darab nagy virtuális hostba, akkor annak ekkora processzor kell, meg ennyi memória. Kicsit több esélyem van rá, hogy megfelelő választ tudjak adni. Igen, és még egy dolog, hogy a rendszermonitorozásnak van egy ilyen online változata, amikor nem ilyen méréseket és grafikonokat készítek, hanem leülök a gép elé, vagy legalábbis a távoli menedzsment konzol elé, és megpróbálom akkor ott a szűk keresztmetszeteket meghatározni. Ez is egyfajta teljesítménymérés, csak itt másfajta eszközöket használunk, mint az ilyen rajzolgatásnál. Itt látszik, hogy ez az eleje
ez nagyon hasonlít ahhoz, amit a szolgáltatás felügyeletnél mondtam. Az egyik módszer az az, hogy megvárjuk, még a felhasználók szólnak, hogy nem működik a rendszer, lassú, mint a fene. Nem túl szerencsés. Ugyanúgy a következő időnként megpróbáljuk nézegetni, hát ha segít. Ez sem igazán jó. Végül is eljutunk odáig, hogy a legjobb az lenne, hogyha lenne egy olyan eszközünk, ami hasonlítana a BIOS-hoz, csak annyit csinálna, hogy az ilyen mérhető értékeket rendszeresen lekérdezni, és aztán abból csinálna nekünk valami szép, átlátható grafikont, és erre jó hírem van, léteznek eszközök. De előtte beszélünk egy kicsit egy másik fajta ilyen teljesítménymérési kérdésről, ez pedig az ilyen szűk keresztmetszeteknek a felderítése és elhárítása. Abban az esetben, hogyha a rendszer nem működik megfelelően, akkor nagyon praktikus lenne, hogyha meg tudnánk mondani, hogy mitől lassul le. Meg kellene mondanunk, hogy melyik az az erőforrás, amelyiknek a szűkében vagyunk. Általában egyébként tipikusan egy szokott lenni, csak meg kell találnunk, hogy melyik az. A másik dolog az, nagyon jó lenne, ha meg tudnám mondani, hogy mi az, ami megeszi azt az erőforrást. Miért kevés a memória? Vagy mondjuk nagyon sokat használjuk a diszket, de nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor most hogy derítsük ki? Itt az a helyzet, hogy erre Unix rendszereken nagyon-nagyon praktikusan használható, egyszerű ilyen általában parancsolós eszközeink vannak. Ebből én néhány fontosabbat felírtam, de megmondom őszintén, hogy nem is próbáltam meg a teljességre törekedni. Nagyon-nagyon sokféle eszköz van, és amikor erre az előadásra készültem, akkor találtam egy ilyen weboldalt, amit itt alul láttok, majd az Iliászban ugye kint lesz ez a slideshow, úgyhogy ott meg tudjátok nézni. Ez a bizonyos úriember, ő egyébként Solaris D-Trace fejlesztő volt, amíg volt Solaris, most már ugye egy kicsit alapra tették ezt a projektet, és a lényeg az, hogy ő elképesztően profi ebben a témában, és összegyűjtötte több különböző operációs rendszerre, több különböző problémára azokat a parancsolós eszközöket, amelynek a segítségével meg lehet határozni azt, hogy mekkora a diszkió egyáltalán, és hogyha lehet, akkor meg lehet nézni azt, hogy melyik processz az, amelyik túl sokat vagy túl intenzíven használ. És ez a néhány eszköz, amiket én ide felírtam, ez lényegében csak egy ilyen kis csokor előzetes abból, ami oda le van írva. Annyi érdekesség van ebben, hogy lényegében az itt felsorolt VMstat, meg mindenféle különböző topok, meg SAR, azok nagyon-nagyon sok különböző paraméterét mérik a rendszernek, és majd meg fogjátok látni, hogy azon a weboldalon, ahol össze vannak gyűjtve ezek az eszközök, ott lényegében nagyon sok helyen ezek lesznek felírva, mint megoldás. Azt javaslom egyébként mindenkinek, hogy ha lehet, akkor ezek közül használjátok egy olyat, ami a háttérben fut, és folyamatosan, rendszeresen feljegyzi a rendszernek a terhelési paramétereit, mert az nagyon kínos tud lenni, amikor kiderül mondjuk, miután beértetek a munkahelyetekre 10 órakor, hogy hajnal 2-kor nem tudott lefutni egy időzített job, és rá kéne jönni, hogy mi volt az oka annak, hogy nem futott le, de hát nem tudunk időgéppel visszamenni hajnal 2-re, hogy megpróbáljuk valami mondjuk toppal, vagy jó toppal, vagy ilyesmivel megnézni, mi történt. Ezért aztán kell valami eszköz, ami folyamatosan prevenciósokkal így regisztrálja a rendszernek a terhelését, hogy aztán később majd lehessen ezzel a későbbiekben ilyen kutatásokat végezni, hogy mi lehetett az ok. Oké. Hát én most inkább azt mondom, hogy lépjünk tovább, és nézzük azt, hogy milyen eszközök vannak arra, hogy ezeket a mérési adatokat rögzítsük, és utána a későbbiekben visszakereshetővé, kényelmesen vizsgálhatóvá tegyük. Ennek az egész családnak egyébként a kiindulási alapja az valahol úgy nagyjából olyan 14-15 éve keresendő. Akkoriban találták ki az MRTG nevű eszközt. Ez az MRTG, ez a Multi-Router Traffic Graphernek a rövidítése. Ez lényegében egy olyan eszköz volt, ami kifejezetten routereknek a hálózati teljesítményének a regisztrálására lett kidolgozva. Akkoriban még a sávszélességek nagyon karcsúak voltak,
És főleg akkor voltak igazán érdekesek olyan technológiák, mint a webkesek, illetve lehetőség szerint megpróbáltak minden egyes hálózati interfészt a lehető legprecízebben mérni, hogy meg tudják mondani, hogy hol vannak szűk keresztmetszetek. Akkor még nyilván emlékeztek rá, hogy nem voltak kizé gigás hálózati kártyák, ilyen 100 megás internetlinkek, hanem akkor még nagyon-nagyon karcsúak voltak ehhez képest. Na, az MRTG-nek az volt az egyik érdekessége, hogy egy elég speciális adattárolási módszert használtak. Ez a speciális adattárolási módszer, ez az RRD Tool-nak a segítségével történt. Az RRD Tool az a Round Robin Database rövidítése. Round Robin Database az egy olyan speciális adatbázis, aminek fix a mérete. Úgy kell ezt elképzelnetek, hogy vannak ilyen körbe láncolt listák, nem tudom, hogy kinek vannak itt programozói emlékei vagy múltja. A lényeg az, hogy egy olyan adat szerkezet, ahol írogatunk egymás után a lista elemeibe, és körbeérünk, és újraírjuk körbe. Ezt úgy hívják, hogy cirkuláris buffer. És a lényeg az, hogy ez ugye egy fix méretű valami, hogyha ilyenben tárolom az adatokat, akkor annak megvan az a hátránya, hogy egy idő után elvesznek az adataim, viszont megvan az az előnye, hogy nem dő akármekkorára. Na már most, ezeket a méréseket, amiket ezek az eszközök elvégeznek, ezeket ilyen RRD Tool-lal rögzítik, az pedig úgy van megcsinálva, hogy a mérési helyenként eltárolnak egy-egy értéket egy ilyen cirkuláris bufferbe, vagy nem is buffer ez valójában, mert ugye diszkre van írva, tehát egy ilyen fix méretű adatbázisban eltárolják, és utána bizonyos időnként ezeket átlagolják, és átírják egy másikba, ami már egy kisebb felbontású ugyanilyen, és ebből általában tipikusan 4 darab van. Magyarul van egy ilyen nagyjából 5 perces finomságú, aztán van egy nagyjából ilyen negyedórás, 20 perces finomságú, van egy olyan, ami 1-1,5 órás finomságú, és akkor van olyan, hogy egy napi finomságú. Ezzel lényegében azt lehet megcsinálni, hogy ezekből a különböző fix méretű adattárolókból elő lehet venni a múltat az egyikből egy napra visszamenőleg, a másikból egy hétre visszamenőleg, a harmadikból egy hónapra visszamenőleg, és így tovább. Nyilván egyre kisebb finomságban, viszont az átlagok azok nagyon jól látszanak, és hogyha megnéztek egy ilyet, nézem, hogy gyorsan tudok egy ilyet mutatni, igen. Tehát, hogyha megnéztek egy ilyet, akkor azt fogjátok látni, hogy a trendek azok azért szépen látszanak rajta. Nyilvánvalóan ez nem egy olyan fajta precíz mérési módszer, hogy rá tudod bökni egy bizonyos helyére a diagramnak, és megmondom, hogy itt pont mennyi volt éppen a diszki jó. Viszont azért látszik az, hogy mondjuk, hogyha így növekszik, akkor az egy éves diagramon már nagyon szépen fog látszani, hogy ahogy növekszik a felhasználók száma, vagy lehet, hogy az alkalmazásnak a bonyolultsága és funkciói növekednek, és így a mögöttes adatbázisnak is egyre jobban nő a terhelése, és egy ilyen trendet fel lehet fedezni, és így ezzel a módszerrel meg lehet azt mondani, hogy mondjuk ennél az adatbázis szervernél nagyon praktikus lenne memóriát bővíteni 3 hónap múlva, mert különben el fog fogyni a memória, és akkor bajok lesznek. Oké, akkor szerintem nagyjából látszik az, hogy működik a dolog, és hogy mi az értelme. Ezzel lényegében előre tudjuk jelezni a problémákat, és már előre el tudjuk hárítani. Térjünk vissza még ide egy pillanatra. Az adattárolásról már beszéltem. Egyébként ma már persze vannak olyan eszközök, amik azt akarják, hogy megőrződjön sokkal tovább az információ, ezért aztán egy relációs adatbázisban tárolják az adatokat valamilyen finomsággal, de alapvetően az egyszerű célnak tökéletesen megfelel ez az RRD túlos tárolás. A következő a legtöbb esetben azért, mert ezek a felhasználók az adminisztrátorok általában, ez egy nagyon kényelmes megoldás, ezek az eszközök általában generálnak egy ilyen HTML lapot, ahol elhelyezik ezeket a kis grafikonokat, amiket generáltak, és ezzel az adminisztrátorok nagyon könnyen meg tudják nézni, hogy a különböző életjelei a rendszernek azok miért változnak, hogyan változnak.
Össze lehet kombinálni egyébként a Nagyoszt és a mondjuk a Munint, amit mindjárt el fogok mondani, hogy hogy néz ki. És akkor meg lehet csinálni azt, hogyha a Nagyoszban azt látjuk, hogy éjszaka mondjuk 3 óra táján volt egy warning, mondjuk a memória felhasználásban, akkor egy kattintással átugrok a memória diagramra, és megnézem, hogy pontosan hogy is nézett ki az a teljesítményugrás, és meg tudom nézni azt, hogy ugyanekkor a processzor terelés hogy nézett ki. Tehát így függőlegesen végig tudom nézni az összes akkor mért diagramokat, hogyan nézett ki a diszkió, és így tovább, és abból már is bizonyos fajta következtetéseket tudok levonni. Természetesen nyilván, hogyha tökéletes megoldást akarok, akkor nekem a háttérben más olyan megoldásokat is használnom kell, ami például rögzíti azt, hogy hány darab webprocess fut éppen a gépen, a webprocesszek átlagos memória felhasználása mekkora. Tehát egyéb kiegészítő mérésekre is szükségem van, de egyébként a Munin is, amiről majd beszélünk, úgy mint a Nagios, teljesen rugalmasan kiegészíthető, tehát meg tudom azt csinálni, hogy alapvetően tudja mérni a memóriát, a diszket, a processzor terhelést, az interruptokat, és még egy csomó minden, majd mindjárt mutatok egy ilyet, ha sikerül a mobil interneten keresztül. De mi megalkothatjuk a saját mérőeszközeinket, aminek megmondjuk azt, hogy milyen adatokat mérjen meg, hogyan tudja megcsinálni. Ezt ugyanolyan könnyen lehet illeszteni, mint a Nagioshoz ezeket a vizsgáló plugineket, és onnantól kezdve egy ilyen cuki kis diagramon, mint amit az előbb láttunk, a mi általunk kitalált méréseket ugyanolyan szépen lehet ábrázolni. Mondok egy példát, hogyha valaki például egy komolyabb webalkalmazást üzemeltet, ahol mondjuk a háttérben van egy csomó backend szerver, és változik a teljesítménye az egész rendszernek attól függően, hogy mekkora a terhelés, hány felhasználó használja éppen, akkor meg lehet azt csinálni, hogy mérem a beérkező kérés és a visszajövő válasz közti időt, és utána azt ábrázolom egy ilyen diagramon, és abból el lehet dönteni azt, hogy kell-e még adatbázis backendeket betolni a rendszer mögé, vagy mondjuk a frontend szervereket kell növelni, és így tovább. Tehát ezekkel a mérésekkel lényegében a felhasználók életét tudjuk kényelmesebbé tenni, azzal, hogy a felesleges, ilyen problémás leállásokat, a teljesítmény problémából adódó leállásokat, azokat minimalizálni tudjuk. Néhány eszköz. Én a Munirról fogok beszélni, megmondom nektek, hogy miért. Az a helyzet, hogy ez nyilván egy szakma. Tehát, hogyha valaki egy ilyen gigantikus cégnél dolgozik, mint mondjuk, mit tudom én, Prezi, vagy a Gmail, vagy ilyesmi, akkor vannak olyan csapatok, 10 ember, akinek az a dolga, hogy a 300 ezer szervernek mérje a teljesítményét. De ti nem vagytok ilyenek, én sem vagyok ilyen. Én szerettem volna egy olyan megoldást, ami nagyon egyszerűen életre kelthető, és tökéletesen megfelel a célnak, és azt találtam, hogy a Munin az úgy működik, hogy APT-get install Munin, a klienseken, mert itt is az van, hogy szerver és vannak vizsgált kliensek, a klienseken kb. Valami olyasmit mondok, hogy APT-get install Munin kliens, beállítok rajta egy IP címet, hogy honnan jöhetnek a kérések, és kész. És onnantól kezdve már is generálódnak a diagramok. Nem kell nekünk 38 órát eltölteni azzal, hogy így finom hangoljuk, hogy mit mérek, meg hogy mérem, meg ilyen titokzatos dolgok. Nagyon jó a beállításokkal jön a rendszer. Hogyha valakinek spéci mérései vannak, azt nyilván megcsinálja magának. De általános funkcióra a Munin az tökéletesen alkalmas. A következő mi van még? Hát van ilyen még több szabad szoftver. A Kaktit szokták a Muninnal egy kategóriában emlegetni, illetve most legújabban azt olvastam, hogy az igazán menők azok már nem ezeket használják, hanem a kollektével gyűjtik az adatokat, és utána a Graphite-tal rajzolnak még szebb diagramokat, mint amit eddig láttatok. Hát ez már mindenkinek a saját belügye. Én azt mondom, hogyha az ember azt megteszi, hogy felteszi a Munint, és szépen ilyen minimalista diagramokat rajzoltat, és nézegeti időnként, hogy például a memória felhasználása hogy áll az eddigiekhez képest, akkor már bőven sokkal többet tett, mint az átlagos rendszer adminisztrátor. Következő, nézzük, hogy miket lehet mérni. Hát van egy olyan kategória, ami viszonylag egyszerű. Ezek azok a erőforrások, amik
egy bizonyos jól behatárolható méretűek, ilyenek például a diszkek, a memória, és még a hálózati sávszélesség. Ezekből ugye tudjuk, hogy mire képes az eszköz, mondjuk a hálózati sávszélesség esetén a szolgáltatónk az mit szolgáltat nekünk, és ehhez képest nagyon egyszerű mondani 1%-ot, hogy a disknek a 50%-a foglalt. A hálózati sávszélességnek mondjuk csúcsterhelésben a 80%-át fogyasztom el. Ez így elég egyszerű. Meg tudom mondani a vezetőségnek, hogy srácok, hogyha nem fogjuk bővíteni a hálózatot, akkor 2 hónap múlva problémák lesznek, fennakadások lesznek a működésünkben. És akkor a vezetőség majd eldönti, hogy mi legyen. Ezek viszonylag egyszerűen. Vannak egyébként itt is ilyen spéci problémák. Tehát vannak olyan dolgok, amik befolyásolják egy kicsit a dolgot. Például a diszkek terhelésénél manapság már a modern fájlszisztemek azok tudnak deduplikálni, ami azt jelenti, hogy ha lehet, akkor nem fognak ugyanolyan adatot kétszer tárolni, és azért amikor kezd, tehát nem annyira van terhelve a diszk, mint amennyit látunk rajta valójában. Édes Isten, ezt hogy magyarázzam el? Mondjuk tételezzük fel, hogy valaki felmásolna egy videófilmet egy diszkre, 2-ször, akkor az csak egyszer foglalná el a helyet. Tehát itt egy kicsit megdől az, hogy amit mondtam, hogy egyszerű, mert megvan, hogy mekkora méretű, és tudjuk, hogy hány százalékos terheltségű, azért alapvetően ezt le lehet kérdezni. A másik dolog, a memória virtualizáció esetén nem teljesen úgy működik, mint ahogy a klasszikus értelemben megszoktuk. Tehát ott az van, hogy a virtuális gépeknek meg lehet adni bizonyos hálót, vagy memória méretet, de többet is meg tudunk összességében adni, mint amennyi valójában a gépben van. Egyrészt nem minden virtuális gép fut egyszerre, másrészt meg valójában nem használják azt az egész memóriát, amit kiadunk nekik, és ezért így össze tudnak lógni. De lényeg az, hogy ezeket viszonylag egyszerű mérni. A probléma ott van, hogy a processzornak a terhelését azt sokkal bonyolultam. Akkor a régi szép időkben, amikor még úgy nézett ki, hogy egy processzor az egy egymagos valami volt, aminek volt egy bizonyos működési frekvenciája, és azon tudott működni, és kész, akkor ott is meg lehetett mondani azt, hogy egy processzor éppen most mennyire van terhelve. De amióta a processzorok több magosak lettek, és van bennük olyan technológia, amivel párhuzamosan lehet futtatni processzeket, egymagon, ilyen hyperthreading, meg ilyen egyéb virtuális többmagú magosság, aztán vannak a processzorban működő kesek, amik meggyorsítják a rendszernek a működését, ha megfelelően vannak a szoftverek lefejlesztve, hogyha nem flösselik ki folyamatosan a cache, és még ilyesmi. Ja, és akkor vannak a processzornak nem csak egy fix működési frekvenciái, hanem változó működési frekvencián működnek a különböző magok, és ezzel lényegében a terhelés függvényében változtatják a processzornak a teljesítményét is. Tehát így konkrétan azt mondani egy processzorra, hogy 50%-os teljesítménnyel működik, azt mondom már nagyon nehéz. Innentől kezdve ennek a mérése, ez sokkal nehézkesebbé vált, úgyhogy ez már nem olyan triviális, mint annak idején volt. Az a vicces, hogy ma úgy lehet megmérni egy processzor terhelését, hogyha írok egy olyan programot, amit 100%-osan kiterheli a processzort, és mindig visszavesz magával annyit, hogyha látja, hogy a többi processzor szeretné használni a processzort. Más megoldás nincs, mert különben a processzor magok nem fognak beindulni, nem fog felskálázódni a frekvencia a lehetséges működési sebességre. Úgyhogy innentől kezdve, amikor nem megy 100%-on a proci, akkor nem tudjuk megmondani, hogy hány százalékon megy. Ez azért probléma, ugye, mert méretezni úgy lehetne, hogyha meg tudnám mondani, hogy most használok belőle 60%-ot, látszik a diagramon, hogy szépen folyamatosan növekszik a processzor terhelés, akkor majd itt el fogom érni a plafont. Ezt ma nagyon nehéz megmondani, úgyhogy ez egy problémás dolog. Mi az, amit még nem mondtam el? Ja igen, egy nagyon fontos dolog. Sokan nem veszik figyelembe, hogy a mérőeszközök nagyon sokszor csak a user terhelését mérik a processzoroknak. Úgy néz ki egy rendszeren a terhelés, processzor szempontból, hogy vannak user processzek, azok ugye valamekkora terhelést okoznak a processzoron, és vannak olyan processzek, amik meg
valamilyen a user processzek által kiváltott működés miatt a kernelben működnek. Mondjuk például, hogyha én egy device drivert használok, akkor a user space-ben fog valamennyi processzort használni, de a kernel space-ben a device driver is fog processzort használni, és lényegében ha csak a user space-ben lévő terhelését mérjük a processzornak, akkor nem valós eredményt fogunk kapni. Egyébként ez probléma a felshared scheduling-nél is, aminek ilyen fura neve van, és igazából nem is tudom lefordítani. Gábor, te tudsz rá valami jó szót? Felshared scheduler. Tehát a lényeg az, hogy az egy klasszikus Unix-os probléma, hogy egy processz meg tudja elni a processzort, és akkor a többiek nem tudnak igazából ez ellen mit tenni. És minél több ilyen processz van, annál inkább meg tudja elni. Azt meg lehet csinálni, hogy minden processz ugyanannyi helyet kap a processzoron, de hogyha tudjátok, mi az a fork bomb, ami lényegében egy olyan rosszindulatú vagy hibából adódó program, amely nagyon sokszor elindul a rendszeren, és ebből adódóan nagyon sok processzort és nagyon sok memóriát teszik meg. Tehát, hogyha eldobunk egy Unix rendszeren egy ilyen fork bombot, akkor azzal lényegében lebénítjuk az egész rendszert. Ez persze valószínűleg nem Unix specifikus, de most mindegy. A lényeg, hogy úgy lehetne ezt megoldani, hogyha a scheduler, tehát az időzítő, amely a processzek között kiosztja a processzort, azt tudná mondani, hogy felhasználónként kap mindenki ennyi processzor helyet. Na, és itt jönne az a felshared scheduler, aki megfelelően, igazságosan tudná elosztani a processzornak a teljesítményét, csak az a helyzet, hogy ezek a schedulerek, ezek általában nagyon nehezen tudnak azzal kalkulálni, hogy a kernelben futó folyamatok, azok valójában melyik user processzhez tartoznak. És innentől kezdve nagyon nehéz igazságosan kiosztani a processzor erőforrásait. Azt hiszem, ebben egy kicsit már túlzottan belementem. Akkor talán lépünk tovább. Szóval lényeg az, hogy azt azért, ha engedjétek meg, hogy még ezt hozzátegyem, hogy ami igazából érdekel minket, az nem a user processzeknek a terhelése, meg nem a rendszer processzeknek a terhelése, hanem a többi. Ennek a komplementere, azaz az idle, tehát ami szabad része még a processzor felhasználásnak. Parancsolós segédeszközök, ez a slide már egyszer volt, úgyhogy talán akkor ne folytassuk vele. Ez is volt. Na, ez még nem volt. Elnézést kérek itt. Az az igazság, hogy bizonyára tudjátok, hogy ezek ilyen egyedi darabok, ezek az oktatások. Nem az van, hogy én már 58-szor tartottam ezt és most újra, hanem ezt nektek csináltuk, úgyhogy az ilyen kis pakik sajnos becsúsznak. Szóval, a Muninról beszélek azért, mert az egy nagyon könnyen telepíthető, viszont teljesen jól használható eszköz. Az egyik az, hogy itt is az van, mint a Nagios-nál, hogy van egy háttérben futó ilyen adatgyűjtögető és weboldal generáló komponens, és ez a bizonyos háttérben futó komponens, ez valójában egy egyszerű statikus weboldalt készít, amely egy HTML-ból, meg egy csomó ilyen kis ábrácskából áll. Ezek az ábrácskák, ezek kattinthatóak, amelyek újabb HTML lapokat és újabb kis ábrácskákat fognak előhozni. Tehát az egész egyébként nagyon kedvemre való, full statikus az egész, és a Munin szépen az aktuális adatok összegyűjtése után bizonyos általunk megadott időnként legenerálja ezeket az oldalakat, mi pedig oda tudunk menni minden reggel, és meg tudjuk nézni, hogy most éppen a CPU terhelés hogy alakult az elmúlt egy napban, és meg tudjuk nézni a trendeket is. Azt mondja, hogy igen, minden egyes gépre, amelyeket a Munin rendszerből be akarunk kötni, azokra le kell telepíteni egy ilyen mérő ügynököt. Ezek az ügynökök, ezek a helyi paramétereket mérik, és a Munin szerver az szépen le tud menni a mért gépekre, és szépen fel tudja szedni az ottani információkat, és a szerveren tárolódnak ezek az adatok. És nézzük tovább. Oké, itt most néhány kis példa. Hát
Látszik az, hogy egy egyheti terhelési diagram a CPU-nál, az hogy néz ki? Szépen látszik az, hogy minden nap munkaidőben szépen felmegy a terhelés, és utána hajnaltájban szépen vissza lemegy. Egyébként vannak itt ilyen speciális problémára utaló jelek, de valójában ez itt azért van, mert akkor ott még nem volt bekapcsolva a monitor. Mutatok érdekesebbet is. Azt mondja, hogy CPU terhelés a hoston. Érdekes felhívni rá a figyelmet, hogy a guesten én két darab virtuális processzor magot tettem a virtuális gépbe. Tehát guest, ugye, guest meg host az a virtualizáció fogalmai, a host az az a szerver, a fizikai szerver, aki futtatja a virtuális gépeket, a guest az pedig a kis virtuális gép. Tehát ebben a virtuális gépben két darab proci van, ezért 200%-ig mutatja a processzor terhelést, a hoston, ott pedig egy i7-es proci van, ami ugye 4 magos, de hyperthread, tehát 8-nak látszik, és itt látszik az, hogy itt már 800%-ot mutat, és látszik az, hogy az egy nagyon érdekes információ, hogyha megnézitek, akkor a guestnek a terhelése az pont olyan, mint amilyet elképzelünk, hogy mindig napközben van egy ilyen kis hukír. Ugyanakkor a guestnek a terhelése, a hostnak a terhelése viszont egy kicsit kiegyenlítettem. Ennek az az oka, pontosan az, ami miatt szeretjük a virtualizációt, hogy a különböző virtuális gépek másképpen terhelik a hostot, és ezzel lényegében kiegyenlítik a terhelést, és minél több virtuális gépünk van, minél változatosabb virtuális gépeink vannak, annál inkább ki tudjuk terhelni a hostnak a processzorát, meg mindenféle erőforrását. Következő, hát itt még nagyon komoly trendeket nem lehet látni. Az látszik, hogy itt volt egy újraindítás, akkor egy csomó virtuális gép újraindult, és utána szépen elkezdték felszedni a memóriát, ahogy elkezdtek működni, és egyre inkább felhasználták. Látszik az, hogy az egyébként meglévő 24 gigából most itt még olyan 13-14 giga körül használ el a rendszer, tehát itt még nyugodtan lehet azt mondani, hogy még van jó pár hónapom addig, hogy bővíteni kell a memóriát. Adott esetben akár évek is. De hogyha megnéztek egy ilyen nagyobb ívű diagramot, egy havit, vagy inkább egy évit, akkor ott azért már tényleg látszik egy valódi ilyen emelkedés általában, amiből látszik az, hogy hol lehet majd a határt meghúzni, és hol kell majd bővítenünk. Igen, hát itt egyébként annyi látszik, ez egy guestnek a memória diagramja, hogy 2 gigára ki lett bővítve a virtuális gép memóriáján 4 gigára, és látszik az, hogy egyébként valójában valami keveset használ belőle, amiért ez a 4 giga jó neki, hogy cache-re használja ezt a memóriát, és mondjuk egy adatbázis szervernél az nagyon praktikus, hogyha minél több adatbázis rész benn van a memóriában, akkor annál gyorsabban fog kiszolgálni belőle. Diszk. Hát itt a diszkkel kapcsolatban feltenném a kérdést, hogy valaki meg tudja mondani, hogy ez a zöld vonal az miért így néz ki? Nem? Akkor megmondom, egyébként ma többször volt róla szó. A Unix rendszereknek a logjai azok általában plain textben gyűlnek. Tehát nem tömörített, nem semmilyen spéci ilyen kisebbítő megoldás nincs, hanem általában úgy néz ki, hogy minden nap egyszer vagy többször forgatjuk a logokat, az azt jelenti, hogy elkezdünk egy új logfájlt, és az előző logfájlokat azokat pedig szépen letömörítjük. Tehát ez a jelzés, amit itt láttok, ez ugye a diszk terhelést mutatja, látszik az, hogy növekszik a diszk terhelés, mert a log nő, aztán a forgatáskor meg szépen visszaesik egy kicsit a terhelés, és megint nő. És egyébként a trend viszont látszik, hogy itt igenis határozottan növekszik a terhelés. És látszik az, hogy ha most fognék egy nagyobb diagramot és egy vonalzót, rátenném a vonalzót, akkor az szépen elérné a 100%-ot. És itt egyébként az van, hogy ezen a részen, itt már a logi azt el is kezdett bejelezni, mert 80% fölé ment a terhelés. Ilyenkor egyébként az van, ez egy nagyon
praktikus ismeret, hogy ez a tipikus problémája a Unixoknak, hogy éjszaka már kezd annyi sok log lenni, hogy már a diszk nagyon terhelve van. Ez mondjuk összevetve azzal, hogy egy Unix rendszeren, hogyha van mondjuk egy adatbázis, vagy úgy egyáltalán bármi hasznos információ, amiről mondjuk napi szinten backupot készítünk, akkor ez a kettő már komoly problémát tud okozni hajnalban. Elindítunk egy backupot, ami mondjuk csinál egy nagy tar-gz-fájlt, amit mondjuk át akarunk másolni, vagy egy szaladra kiírni. Ugyanakkor a logok azok folyamatosan nőnek, napközben minden rendben van. Nem látunk semmi gázt. Azt látjuk, hogy 60%-on vannak a diszkek, de éjszaka a két dolog miatt lényegében simán be tud telni a diszk, és onnantól kezdve nem megy le a backup, a logokból eltűnnek adatok, tehát nem tudja egyszerűen lelogolni a rendszer, úgyhogy ezek már ilyen kellemetlen problémákat tudnak okozni. És ezzel végeztünk ezzel a résszel, és akkor most tartsunk egy kis szünetet.